március 15-i hosszú hétvégével indul a 2019. évi szezon a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója a szezonnyitó rendezvényen elmondta. A szezonális újdonságok és külön programok mellett az állatkertben számos, már látható állatkölykökkel várják a közönséget, és ez a létszám csak gyarapodni fog a szezon során. Ja. Pelikán etetés egyike azoknak a rendszeres programoknak, amelyeket április közepétől a látogatóknak biztosítunk, ezek a légyott programok. Ezekből ugye minden fél órában egy-egy érdekességgel lehet találkozni a gondozóinkkal beszélgetve, megnézve, hogy hogyan viselkednek az állatok, hogyan költik el a levédjüket vagy a reggeliüket. És a légyott programoknak idén egy kicsit megújított rendszerét szeretnénk bevezetni, nem csak azzal, hogy új programok is lesznek a tavalyiakhoz képest, például a földi malackodás, az egy új program. Ugye itt a földi malacokat fogják a gondozóit a látogatók előtt érdekességekre tanítani, vagy a nagy macska ebéd és a törpefára mászás, amit a bonszájoknál fognak majd a kertészeink biztosítani az érdeklődők számára. Idén sem maradnak el az állatkert hagyományos programjai, így lesz Földfesztivál, Rózsaünnep, a zenés állatkerti esti koncertsorozat. Augusztusban tartják az állatkertek éjszakáját, októberben pedig az Állatszeretet Fesztivált. Ezeken kívül számos új programmal készülnek, ahol nem volt várban is. Az idei szezonban is érkeznek új állatok, Dániából például a ritkának számító kubai krokodilok, illetve már látható a Pampa kifutóban a Dél-Amerikában őshonos, ritkulóban lévő a déli törpeszarvasok, buduk, két egyede, közös férőhelyen a sörényes hangyászokkal. Mindezek mellett számos új családoknak és pedagógusoknak szóló kedvezményt is bevezetnek április 1-től. A családi jegyet áprilistól az egygyermeket családok is igénybe vehetik, míg a gyermekjegy eddigi korhatárát 18 évre emelik fel.